Ez a Laki Hegy Rádió ébresztő műsora, süsfel nap, szép napot kívánunk minden hallgatónknak. Én Bredák Szandi vagyok, és ahogy az előbb is ígértem, Sebestyén Zoltán, az X-Taxi tulajdonosa maradt itt velünk a vonalban. És hát ugyan csütörtök van, miért is most beszélgetünk az iskola kezdésről? Hát azért, mert én egy ilyen rögtönzött mini Szabira megyek majd, illetve még jövő héten Betty sem lesz egészen szerdáig. Én egyébként óvodában szoktatok, és ha már itt tartunk, hát ugye az intézmények, legyen szó bölcsödéről, óvodáról, iskoláról, az intézmények körül itt a térségünkben is hát jóval többen fognak megfordulni, akár autóval, akár gyalogosan, rollerrel, mindenféle közlekedési eszközzel. Úgyhogy Zolival egy picit arról beszélgetünk, hogy mire szeretné felhívni a figyelmeteket így az utatok során, főleg az első héten. Na Zoli, akkor nézzük már meg, hogy ti egyébként mit javasoltok, mint azért igen sűrűn gyakran az autóban ülők az ilyen időszakban, amikor hirtelen jön az, hogy akkor egyszerre sokan indulnak el az utakon. Ha pár szóval szeretnénk ezt elmondani, akkor talán, hogy fokozott figyelemmel, fokozottabb türelemmel és nagyobb toleranciával legyünk egymással az utakon, de egy picit bontsuk ki bővebben, ahogy meg is beszéltük. Ugye szeptember 2-án megindul újra a suli, tehát térségünk útjait is sokkal több autó fogja ellepni, mint amit megszokhatunk a nyári szünet idején. Újra minden vissza a régi kerékvágásba, sajnos reggelente araszolások lesznek. A főváros irányába nagyon nehezen lehet majd haladni, de mellett ugye megkezdődik iskola, óvoda mindenkinek, és sokkal nagyobb forgalomra számíthatunk a oktatási intézmények környékén. Ilyenkor általában ugye a városvezetés és a rendőrség közösen együtt meg szokták azt oldani, hogy a sulik környékén, a gyalog átkelő helyeknél, az iskolák közelében általában vannak rendőrök, polgárőrök, és ők is segítik a suliba járó diákoknak a biztonságos odajutását, de hát ugye nem csak az iskolák környékén találhatóak meg ezek a diákok, hanem elindulnak valahonnan otthonról. Jó esetben a szülő el tudja vinni autón, ugye ez egy viszonylag elég biztonságos iskolába jutási forma, de sok gyerek van, aki csalók, rollerral, kerékpárral, ahogy te is mondtad, mindenhogyan próbál eljutni a suliba. Hát rájuk el igazából nagyon-nagyon vigyázunk, mert még ilyenkor bennük ugye a nyári szünet van, még nem aklimatizálódtak a régióhoz, hogy újra szabályok szerint kell suliba menni, kellni reggel, odafigyelni magunkra, és rengeteg veszélyes helyzet tud kialakulni, ezért nekünk útalévőknek sokkal jobban kell rájuk vigyázni és figyelni, és nem csak a gyalog átkelő helyek környékén, mert bárhol előfordulhat az, hogy megy a játék, megy a szórakozás suliból, hazafelé vagy suliba menet, véletlenül elép egy gyerek a gyárdáról az útra, kiszalad egy labda. Nagyon sok olyan új veszélyforrás fog jönni a jövő héttől, amitől talán elszoktunk az elmúlt hónapokba. Illetve, ahogy te is mondtad, a kerékpárra és a rollerra való iskolába járás, főleg térségünk útjain, ahol nincs annyi kerékpárút, mint mondjuk bent a fővárosban, ahol sokkal biztonságosabban lehet A-ból B-be eljutni, ugyanúgy a sajnos sokszor a járdán, a közutakon kell, hogy menjenek kerékpárra, illetve rollerra a gyerekek, amikor el szeretnének jutni a suliba, vagy bárhonnan A-ból B-be, és ilyenkor bizony nekünk kell fokozottabban figyelni rájuk, sokkal óvatosabban közlekedni és számítani arra, hogy bármi is történhet. Abszolút, meg nekem még az is eszembe jutott, hogy igen, beszélünk itt az autóról, a bicikli, a roller, és hát egyébként a rollerről majd az egy külön misét megérne, ugye, hogy már mindenféle elektromos, meg egyéb rollerek is vannak, de hogy ugye a tömegközlekedési eszköz is ott van, és hogy a buszról, amikor leszállnak mondjuk a gyerekek, na nekem ez egy ilyen állandó félelmem az utakon, hogy ugye, ahogy mondjuk előzném a buszt, kétszer is meggondolom, hogy kielőzöm el, hiszen aki leszáll, lehet, hogy hát még reggel van, korán van, nem figyel, és mondjuk a busz előtt, meg mondjuk ő át akarna sétálni. És fú, lelki szemeim előtt már néhányszor láttam ilyen balesetet, szerencsére valójában nem történt meg. Nem tudom, tudod-e, mire gondolok, tudod-e, hogy megelőznéd a busz, de már előtte mondjuk át akar sétálni az, aki leszállt róla, és mondjuk nem mögötte. És ahogy ugye a busztól kikacsint és megnézi, hogy jön-e autó, hát lehet, hogy éppen kicsit kómásan ott azért történhet baj. Szóval, hogy így a tömegközlekedéssel utazás is azért, tehát arra is oda kell figyelni, az is tud veszélyeket hordozni. Teljesen értem, hogy miről veszélyes, és szerintem mindenki, aki szokott vezetni, most ezt maximálisan látta maga előtt ezt a kis képet, ahogy leírtad nekünk, mert tökéletesen mondtad ezt a veszélyforrást is. Én még egy dologra nagyon ráreflektálnék, hogy sajnos sok gyerek rossz mi
megint, tehát rossz képet hoz magával otthonról, uh-huh. és amikor egyedül marad, akkor ez a rossz kép vezérli őt, és ő tévesen van abban a hitben, hogy ő jól cselekszik, pedig nem. Nagyon sokszor látunk például olyat, hogy egy család kerékpározik, és egy aluljátszkelő helyen áttekernek. Igen. Nem szállnak a kerékpárról, hogy átolják. Na most a gyerek ugye akkor azt látja, hogy hát ez a jó apa, hogy uh-huh. így csinálta, több jó autók megálltak, mi áttekertünk. Amikor a barátaival fog menni, akkor ugye ez a kép van benne, hogy ez a helyes gyalogátkelő hely, mi csak áttekerünk, ott esetleg még egy picit vagánykodnak, körbesen néznek, sokkal nagyobb tempóval közelítik meg azt a gyalogátkelő helyet, mint a szülőkkel tették, és egy olyan veszélyforrás tud kialakulni, hogy saját magukra is veszélyesek sajnos, mert egy hamis tévhitet hoztak magukkal, hogy ez nekik elsőségük van, és ezt így kell csinálni. De például hasonló probléma, ami térségünkben nagyon jellemző, sajnos még mindig van sok olyan út, az, ahol nincsen járda, nincs a gyalogosoknak kijelölt hely, ahol tudnának sétálni, itt a gyerekek az úton sétálnak. Nagyon sokszor látom és tapasztalom azt, hogy nem a forgalommal szembe sétálnak, hanem a forgalommal megegyező oldalon. Ezt nem tudom, nekünk gyerekkorunkban a szüleink is elmondták az iskolába, és belénk verték, hogyha ilyen helyzetbe kerülünk, akkor mindig ugye a forgalommal szembe sétáljunk. Hogyha bármilyen olyan forgalmi helyzet alakul ki, akkor legalább lássuk azt, hogy bajban vagyunk, még esetleg az árokpartra félre tudunk ugrani, húzódni. De viszont, hogyha megegyező irányba sétálunk, akkor esélyünk nincs arra, hogy lássuk a veszélyt, mert ugye mögöttünk úgy közlekednek az autók tőlünk pár centire, ha semmit nem látunk belőlük. De jó, hogy erre is felhívtad a figyelmet. Erre én is emlékszem, igen, hogy nekem is anyukám ezt így belevéste a fejembe. Na hát ezért is hívtalak, meg azért is kértem, hogy maradj még egy pár percig, mert tudtam, hogy fogsz olyat mondani, ami nekem eszembe sem jut. Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Szandi, ha még szabadavágtam, és szabolhatom a műsoridőt egy percig, ami szintén nagyon fontosnak tart, és kollégáimmal elkemre kötötték, hogy erről is beszéljük egy pár szót. Sajnos most van egy olyan generáció, aki nagyjából a fülében fülhallgatóval. Igen, de jó, hogy ezt mondod. Igen. Szintén borzalmasan nagy veszélyforrás jelentenek a többi közlekedő számára, és sajnos rengeteg olyan tragikus balesetet is hallhatunk, aminek ez volt a legfőbb kiváltó oka, hogy teljesen kizárják magukat a külvilágból, és csak a fülhallgatóból érkező zenére vagy bármire koncentrálnak, és semmit nem észlelnek a külvilágból, amit hallhatnának, és esetleg sok infót le tudnának belőle vonni. Szintén egy nagyon nagy veszélyforrás, és ezt még ugye hatványozza, hogy esetleg a rolleres közlekedik úgy, vagy a kerékpáros be van dugva a füle. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez is megérne egy külön misét, egy külön adásrészt egyszer, hogyha van rá időtök, hogy nagyon-nagyon fontos lenne, hogy zenehallgatást esetleg úgy megoldani, hogy maradjon a külzajból is. Mert tudom, hogy az a lényeg, hogy minél jobban kizárjuk a külső zavaró tényezőket, de sajnos, hogy közlekedünk, akkor kell hallanunk is. Nem elég, hogy látunk, mert sokszor veszélyeket lehet megelőzni abban, hogyha mindent látunk és hallunk magunk körül. És akkor egyébként tovább megyek, igen, valaki idézőjelben csak zenét hallgat, és közben sétál és néz, de valaki közben még nyomkodja a telefonját is, tehát már konkrétan nem lát, nem hall, csak megy így vakon tulajdonképpen. És egyébként nagyon érdekes, ami témát most bedobtál, mert Szigetszent Miklóson én már több gyalogátkelő helynél látok ilyen felfestést, ugye, hogy fülhallgató meg telefon így áthúzva a zebra egyik meg másik oldalán. Pont ezért, ugye, hogy ha lefelé nézzük a telefont, hát ha feltűnik, hogy ja, hogy itt van egy jelzés, ja, hogy így gyalogátkelő hely van, lehet, hogy mondjuk le kéne tennem azt a telefont. Hát sajnos már tényleg megér egy misét az, hogy erről is majd külön beszélgessünk, úgyhogy valamikor akkor szeretettel látlak majd személyesen is. Nagyon szépen köszönöm, hogy mindezekre felhívtad a figyelmet. Sebestyén Zoltánnal, az X-Taxi tulajdonosával beszélgettem. Köszönöm szépen, Zoli, és akkor hát nektek is a hétre is, meg hát jövő hétre is jó munkát kívánok. Én is köszönöm szépen. Dugóval önöknek kitartás, mindenkinek szép napot, jó rádió hallgatás, nektek pedig majd jó pihenést a jövő hétre, hogyha pihenés is jut majd a szabad napok alatt. Meglátjuk. Sziasztok.